Köszöntöm a Pont Rádió hallgatóit, valamint a Pont Televízió nézőit, tabuk nélkül, most felvételről, 33.11.24.24, radiokukacmezőtúr.com, ptvkukacmezőtúr.com, illetve Facebook elérhetőségeinken lehet velünk kapcsolatba lépni, mind az élő adásban, mind pedig természetesen a két adás közötti szünetben. Most is itt van műsorvezető társam, aki nem más, mint Herbály Kálmán. Szervusz Kálmán! Szervusz kedves Frenki, szeretettel üdvözlöm a kedves televízió nézőket és a rádió hallgatóit. És ahogy azt a múlt héten megígértük, itt van velünk mai beszélgető társunk, Csányi Tabás, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, Jász Nagykun Szolnok megye 4-es választókerületének képviselőjelöltje. Köszöntünk téged a stúdióban. Nagyon az Isten szép jövőt mindenkinek. Nagyon sok kérdés következik az elkövetkezendő jó másfél órában. Reméljük, hogy mindegy sikerül majd átbeszélni és megbeszélni, és bizonyára felszínre hozhatunk majd olyan dolgokat, amelyre lehet majd építeni a következő beszélgetésünket is. Én úgy gondolom, hogy talán kezdjük ott, hogy igen-igen mozgalmas hetek vannak mögöttetek. Ugye rengeteg fórumra, rengeteg rendezvényre jártok, ahol a választókerület fontosabb problémáit próbáljátok a felszínre hozni. Ha össze lehetne ezt foglalni, akkor mi az, ami a 4-es választókerületet, ezt az újra szervezett választókerületet jellemzi? Igen, köszönöm szépen a kérdést, hiszen valóban azért is jó a felvetés, hiszen a legtöbb időt most erre fordítjuk ebben az esetben. Tudni kell, ugye biztos a tévénézők, rádióhallgatók jól ismerik azt, hogy az új választási törvény értelmében új határok lettek megszabva. Így a régi 5-ösből, 6-osból, 7-esből lett egy 4-es választókerület, most Törökszent Miklós központtal. És hát annak idején, amikor a bemutatkozó sajtótájékoztatónkat tartottuk, már akkor érzékeltettük azt a kedves tévénézőkkel, hogy nem egyszerű feladatunk van a 23 településsel kapcsolatosan, amelyek között egészen nagy távolságok is felfedezhetők, és néhány nagyváros mellett inkább kisebb települések vagy falvak alkotják ezt a választókerületet. Igyekszünk a lehetőségeinkhez képest a leginkább bejárni ezt a környéket. Nem jutottunk még el mindenhova természetesen, hiszen hát ugye alapvetően nem 24 órában csináljuk a kampányt, hiszen mindenkinek van más elfoglaltsága is emellett, de rengeteg kilométer van már mögöttünk, és azt tudom mondani, hogy elsősorban a Tiszazú környékét cserkésztük be, és ott voltunk többet, ott ismerkedtünk meg a helyi viszonyokkal, a helyi szervezetekkel. Ugye szerencsére majdnem mindenhol jobbikos szervezettel rendelkezik a pártunk, így tulajdonképpen könnyebb a megismerkedés ezeken a területeken. Viszont elszomorító az, hogy minden esetben ugyanazok a problémák vetődnek föl, és itt nagyon súlyosan kell beszélnünk a munkanélküliség problematikájáról, a cigánybűnözés problematikájáról, a vidéki magyarság magára hagyásáról, amelyekről panaszkodnak számunkra a lakosok ezeken a településeken. Elsősorban milyen módon ismerkedünk meg a problémákkal? Nyilván közterületi megjelenésünkre is igyekszünk gondot fordítani. Most legutóbb Öcsödön standoltunk, illetve hát én is úgy volt, hogy ott leszek ezen a standoláson, de Budapestre kellett utaznom, ezért a kampánystábból voltak ott néhányan, viszont nagyon pozitív visszajelzések érkeztek erre a standolással kapcsolatosan, hiszen az emberek megálltak a standunknál, és a feliratkozó ívünket gyakorlatilag szinte kérés nélkül töltötték ki. Azt azért tudni kell itt mindenkinek, hogy egy olyan feliratkozó ívvel szoktunk kimenni mostanában a standokhoz, amelyet egyébként itt a hazai pálya hátulján is, a legújabb a hátulján is lehet látni. Ez a feliratkozó ív arra szolgál, hogy egy teljesen legális szimpatizánsi bázis épüljön föl a Jobbik számára. Ugyanis tudnunk kell azt, hogy a Kubatov rendszer visszásságai innentől most már legálissá váltak. Tehát azt tudjuk, hogy a Kubatov Gábor hogyan manipulálta a Fidesz szavazásait, illetve hogyan mozgósítottak a Fidesznél. Ugye ez volt itt a kulcsfontosságú dolog, a mozgósítás. Nyilván meghatározott listák alapján történtek ezek. Tehát amikor mondjuk egy rezsicsökkentésre aláírtunk, vagy bármi egyébre a Fidesznek vagy a feliratkozó ívét, akkor az a
mi adatunk az adott esetben oda kerülhetett a pártigazgatóhoz, aki aztán később ezt felhasználhatta mozgósítás céljából. Innentől kezdve ez legális a új választási törvény szerint, tehát minden pártnak lehet listája, amely egy legális szimpatizánsi lista, és ez még aznapon is, tehát a választás napján is lehet telefonon mozgósítani embereket, tehát nincs kampánycsend, mint ilyen, nem létezik. Úgyhogy egyedül a szállítást nem lehet megoldani, de hogyha úgy adódik, szerintem ez is megoldódik biztos, hiszen láttunk ma már példákat arra, hogy a szállítással bizony megbuktak mostanában az időközi választások kapcsán. Tehát biztos, hogy lesz ilyenre is példa. Mi nem örülünk ennek, ezt megmondom őszintén, hiszen a Jobbiknak az elve, hogy legyen kampánycsend, tartsuk be azokat a régi demokratikus szabályokat, amelyeket annak idején felállítottak, és ne kelljen ilyen nemtelen eszközök közt. Tehát, hogy ne a választás ne logisztikai kérdéssé silányuljon le, hanem... De egyébként, hogyha végig gondoljátok, tehát tényleg logisztikai kérdés egy választás, ki hogy tudja mozgósítani az embereit, és hogyan tudja elvinni a szavazókörökbe, és utána az X-et meg hogyan tudja rá tenni ez a választópolgár. Nincsenek programok, nincsenek olyan elemek a kampányokban eddig legalábbis, amelyek arra sarkalnák az embereket, hogy te tényleg ismerjük meg mondjuk, hogy a Fidesz mit gondol bizonyos dolgokról, az MSZP-nek mi a véleménye a közbiztonságról, és a többi, és a többi. Egyedül a Jobbik lesz az, én azt sejtem, hogy aki le fog tenni az asztalra egy nem kis programot, úgyhogy erről majd azért beszélhetünk későbbiekben, hogy milyen programunk is van már készen. Viszont mi mondjuk azt egyedül, hogy legyen a programok ütköztetése. Tehát Vona Gábor elmondta az évadnyitó beszédében azt, hogy bizony üljenek le a pártok vezetői, ütköztessék az érveiket, és végén győzön a Jobbik. Tehát ez teljesen természetes módon. Véletlen fogalmazás. Nem, ez szándékosan, tehát ez teljesen szándékosan a szóvicc erejével élve. A magyar nyelv, ugye éppen neked magyarázom. Így van. És tehát ez lenne a dolognak a lényege, de emlékezzünk vissza, hogy ilyen akár egy miniszterelnöki élő vita, és miniszterelnök jelölti élő vita is elképzelhető lehetne. Már most egyébként a Facebookon egy ilyen csoport el is indult, amely csoport egész sok lájkot kapott már arra nézvést, hogy legyen egy ilyen vita. Tehát, hogy az emberek igénylik azt, hogy ugyan mérjék már össze magukat mondjuk a miniszterelnök jelöltek. És akkor lássuk, ütköztessék az érveket. És akkor nézzük, hogy kinek milyen elképzelése van. De ma Magyarországon a politika csinálói úgy döntöttek, hogy erre nincsen szükség. Úgy döntöttek, hogy a választópolgárok nem érdemlik azt meg ma Magyarországon, hogy programokról gondolkodjanak. Úgy döntöttek, hogy a választópolgárok nem is tudják fölfogni azt, hogy most mit jelent egy-egy program, ezért meghagyják őket ebben a fél buta állapotban sajnos, amiben itt leledzenek, és pusztán logisztikává egyszerűsítik az országgyűlési választást. Fel vagyunk ezen egyébként háborodva, hogy ez így van, és mindent megteszünk azért, hogy megmutassuk azt, hogy igenis van egy olyan pártalakulat ma Magyarországon, amely képes egy programot elkészíteni, képes egy olyan programot letenni az asztalra, amely Magyarország fölemelkedését célozza, a nemzet fölemelkedését célozza, és amely miatt nem fogunk szégyenkezni az elkövetkezendő évek során sem. Elmondta párt elnök úrunk Vona Gábor, hogy bizony a 2010-es programunkat simán letehetnénk ma az asztalra. A radikális változás programunkat, amely 88 oldalon keresztül mutatta be, hogy mik az elképzeléseink. Simán letehetnénk az asztalra, ugyanis az még a mai napig is mind helytálló programpontokból áll. Ez azt jelenti, hogy sajnos 4 év alatt igazából gyökeres változás nem következett be Magyarországon. De ennek ellenére egyébként egy új programunk elkészült, és ezt február 15-én lesz a kampányító rendezvényünk, onnantól kezdve publikussá is fogjuk tenni. Én most hirtelen egy levegővétellel ennyit gondoltam. Elmondani. Én teljes egészében meg voltam elégedve az egy levegővétellel, azért meglátszik, képviselő úr, hogy tanárember vagy, és azért egy 45 perces mondandót mindenképpen, és bármilyen körülmények között el tudsz engedni magadból. Köszönöm. De te mondtál 3 olyan félmondatot, amelyet egyenesen szíven ütöttél. Igen. Tamás, az pedig a munkanélküliség, cigánybűnözés és a vidék magára hagyása. Hagy idézzem vissza ezeket a szavaidat. Igen. És én kérlek szépen, kezdjük a mi beszélgetésünket, vagy talán folytassuk ezt a beszélgetésünket ennek a 3 témakörnek a kibontásával. Ugyanis úgy érzem, hogy talán ezek azok a problémakörök, amelyek talán legjobban, amelyeket legjobban érzünk valamennyien.
és én szeretném, hogyha erről bővebben is tudnánk néhány szót ejteni. Kezdjük talán a munkanélküliséggel, hiszen tudjuk, hogy 2010-ben 1 millió munkahelyet ígértek az embereknek. Így van. Valóban 2010-ben 1 millió munkahely lett. 1 millió új munkahelyet, igen, bocsánat, ez nagyon van, fontos ez nagyon volt fontos ezen az egy tétel, szó, mert, nagyon fontos dolog van, mert tényleg csak majdnem annyi van már Magyarországon 1 millió, tehát mondhatjuk azt, nem, hogy... Nem, már átléptük a 4.012.344-et. Nyilván sarkítunk, igen. Mert... Igaz, hogy napocskát rajzolnak egyébként néhányan munkahelyet. Hát ha nem drogoznak, és nem verik szét a termet, tehát ennyi ezzel kapcsolatban az a vélemény. Nektek vannak inkább nagyobb tapasztalatok. Hát nem, hála Isten, nálunk ilyen nincs. Tehát itt a közmunkások átképzésével kapcsolatban... Igen, lefordítva erre gondoltam. Én is ezzel kapcsolatban említettem föl. Igen. Tehát valóban a munkahelyteremtés égető probléma, azt mondja a Jobbik, és nyilván egy régi népi bölcsességet elevenítünk föl, hogyha munka van, akkor minden van. Munkát kell adni az embereknek, és nem közmunkát. Ugye a közmunkával az a nagy problémám nekem is, és általában az emberek döntő többségének, hogy vagy értelmetlen tevékenységet végeznek a közmunkások. Ez a kulcsszó. Vagy nem olyan munkát, ami kitart egy egész napra, és akkor mondjuk elvégzik egy fél délelőtt, negyed délelőtt alatt, de utána csak támasztják a szerszámot. Vagy pedig tényleg egész napos és kemény munkát folytatnak, de akkor viszont meg kevés a pénz. Tehát ha munkát végeznek, akkor azt meg kell fizetni, ha nem végeznek semmit, nem kell adni pénzt. Tehát ez a mi álláspontunk ezzel kapcsolatosan. És a közmunkás dolgozó réteget azért meg lehetne tartani, tehát a Jobbik nem azt mondja, hogy ez egy rossz dolog lenne, hanem egy értelmes, értékteremtő feladatot kell a közmunkásokra rábízni. Egyébként Mezőtúrváros önkormányzata próbálkozott már egy ilyen dologgal, ugye kertészeti, hogy mondjam, tehát egy kertészeti ötletet próbálnak megvalósítani, és hát a polgármester szavait tudom idézni, Herceg Zsolt polgármester úr szavait tudom idézni, hogy ha mi profitorientált kertészet lettünk volna, akkor becsuktuk volna már a kaput. Ezzel a kertészettel kapcsolatban, tehát nagyon jó, de nagyon sokba került. És nyilvánvalóan profitot ebből nem tudunk termelni, ez viszont nagy baj. Ugyanis akkor ez végül is mégiscsak valamiféle szociális támogatás akkor, de akkor meg maradjon a támogatás, akkor ne kelljen dolgozni. Szóval egy csomó olyan dolog van, amely számomra, meg számunkra hát nem egyértelmű. Tehát munkát kell teremteni, bocsáss meg Kálmán, tehát munkát kell teremteni az embereknek, megélhetést kell biztosítanunk a munkáért, viszont nem csak jövedelmet, hanem mi azt mondjuk, hogy szebb jövedelmet kell adni, tehát egy olyan mértékűt, ami már mondjuk az Európai Unióban is elfogadható mértékű jövedelem. Tehát főleg, hogyha mondjuk esetleg a multinacionális cégekre gondolunk. Ugye a multinacionális cégeken belül is eltérő, mondjuk, hogy Ausztriában működő bevásárlóközpont, vagy Magyarországon működő ugyanolyan nevű bevásárlóközpont dolgozói bérezésében ég és föld a különbség. Tehát miért van az, kérdezzük mi teljesen szerintem joggal, hogy egy osztrák pénztáros mondjuk 2-3-szor ér annyit, mint egy mezőtúri, vagy akár egy szolnoki pénztáros. Tehát ugyanannál a multinacionális cégnél. Tehát miért van az? Szorítsuk már meg a multikat, és mondjuk azt, hogy kérném szépen, nagyon örülünk, hogy itt van, remek. Csoda jó, hogy ad munkát, de akkor tekintse ember számba mondjuk a magyar dolgozót. Ez nem az új munkahely, ez csak mondjuk a munkahelyeknek a színvonalának az emelése, a bérek fölzárkóztatása, ez egy nagyon fontos, kulcsfontosságú dolog lenne ma Magyarországon, hogy a meglévő munkahelyeknek a minőségét, értékét ezáltal tudnánk növelni. De hogyan lehetne munkahelyeket teremteni, ugye ez egy nagyon fontos kérdés. A Jobbik programjában 7 vezérterv fog arról szólni, tehát így nevezik el, vagy neveztük el, amely a munkahely teremtést célozza, és ebben bizony az energiaszektoron keresztül, akár a bányák újranyitásán át nagyon sok olyan kulcsfontosságú program megfogalmazódik, amelyek lehetővé tennék a vidék felélesztését. Én úgy véltem, a 4-es számú választókerület ugye alapvetően egy mezőgazdasági jellegű választókerület, és ezért a választókerületi programokban én azt fogalmaztam meg, hogy bizony a feldolgozóipar, amely tudjuk nagyon jól, hogy gyakorlatilag megszűnt létezni. Még nálunk azért ebben a választókerületben egy-két könnyűipari cég még működik, vagy vállalat működik, de a feldolgozóipart, a mezőgazdasági feldolgozóipart mindenképpen újjá kellene éleszteni a 4-es számú választókerületben,
És erre lennének is lehetőségek egyébként. Olyan munkákat szeretnénk megvalósítani, amelyek emberigényes tevékenységek lennének, tehát itt egy kertészetre kell gondolni, vagy nagyobb kertészetekre kell gondolni, ahová az emberek el tudnak menni, viszont meg kell hozzá keresnünk a piacot is természetesen. És ugye a Jobbik ebben is gondolkozik, hogy hogyan lehetne a piacot megteremteni. Konkrét elképzeléseink vannak Törökországgal kapcsolatban, vagy pedig az ázsiai piaccal kapcsolatosan, a közép-ázsiai piaccal kapcsolatosan például. Óriási területek vannak, óriási felvevő piacok, amelyeket föl kellene fedeznie a magyar államnak, és lehetőséget teremteni arra, hogy a gazdák a termékeiket, az emberigényes előállítással létrehozott termékeket, mondjuk konzervektől kezdve, hagyne soroljuk ezeket, le lehessen adni. És akkor onnantól kezdve úgy véljük, hogy a gazdaság be tud indulni. De amíg egy ország nem termel, addig nem lesz erős ország. Mi pedig nem termelünk. Tehát mi ezt szeretnénk, bocsáss meg, tehát amikor a munkahelyet szeretnénk teremteni, akkor a termelő munka fontosságát hangsúlyozzuk. Azt hiszem, hogy ezzel nem vagytok egyedül, mert szerintem nincs a palettán olyan párt, aki éppen nem ugyanezt hangsúlyozza, és ez teljesen jogos is, hát érzem. És úgy gondolom, hogy teljesen igazad van abban is, képviselő úr, hogy az a bizonyos multi, engedd meg, hogy én a pénztáros szintjén, és te sem azon kellene, és te sem azon gondolkodsz igazán, úgy gondolom, hogy mondjuk egy Audi vagy egy Mercedes gyárban ugyanazt a munkafolyamatot végző munkás, az miért éppen ötöd annyi bért kap, mint akár egy német kollégája, aki ugyanazt a munkafolyamatot végzi, hiszen itt tulajdonképpen egy gyártás folyamatának egy bizonyos részéről beszélünk. Szabad ne felejtsd, de ha már itt ilyenről beszélünk, ugye Hankook gyárról, hogyha lehet, gumigyárról, ha lehet szólni. Annyira azért nem akarok nekik annyira propagandát csinálni. Nem akarok én se, csak azt meg viszont lehet tudni, hogy a kormánytól óriási mennyiségű pénzt, én most hagyd ne mondjak konkrét számot ezzel kapcsolatban, kaptak új munkahely teremtésére, igen. És olyan új munkahelyeket teremtettek, hogy ők dél-koreai embereket hoztak ide dolgozni. Igen, tehát a középvezető szintig a menedzsment az dél-koreai valóban, és ami alatta van, az pedig az magyar munkaerő. Nagyságrendekkel keresnek többet, mint mondjuk a ez a így magyar. Igaz, de képviselő úr... Mi ez gondoljuk, hogy ez így nem járja. Én nincs azt gondolom, hogy nem járja, de ez a helyzet. Tehát innentől hát kell változtatni. Igen, hát ez csak addig ez a helyzet, amíg valaki az asztalra nem fog csapni. Van ám itt azért ez, amit nagyon régen az én Franky barátommal, kedves műsorozó társammal úgy fogalmaztunk föl, hogy ez az, akit úgy hívnak, hogy Mr. Marker. Market, bocsánat, akit kitaláltak valamikor, és úgy hívnak, ugye, hogy ennek az egész folyamatnak, ennek a társadalmi, gazdasági berendezkedésnek, amit úgy hívnak, hogy kapitalizmus, ez a mozgató rugója, amely, ha lefordítom, talán csúnyán lehetne érdeknek nevezni, lehetne közgazdaságilag megfogalmazni a profitorientált tevékenységnek, tehát innentől kezdve hiába megy oda bármelyik olyan ember, olyan cég, olyan párt, olyan legtisztességesebb szándékkal is egyébként, és csapna erőteljesen az asztalra, hogy már pedig kérem szépen, na most itt azán nekem többet esenek fizetni, nem fognak. Hanem azt mondják, hogy nagyon szépen köszönöm, arrébb megyek egy házzal. És akkor megint ott vagyunk egy nagyon csúnya kocsvaszban, mert akkor beköszön a munkanélküliség. Tehát képviselő, csak azért szerettem volna, engedd meg kérlek, hogy befejezem ezt a gondolatom. Tehát én azt itt attól félek, hogy ez körülbelül olyan, mint hogyha ez a hájuk kovácsok biztonság, és kérlek, ne sértődjetek, és te se személyedben sem sértődj meg ezért. Én ebben a hájuk kovácsok magabiztosságát érzem, ugyanis ez egy olyan kényes egyensúly, olyan kényes folyamat, amely mindenben, minden összefügg. Hiszen nagyon jól tudjuk, hogy csak a legutóbbi eseményre hagy utaljak, elég volt egy nemzeti bank elnöki elszólás, és a magyar forint meglódult 20 forinttal. Tehát itt ebbe belenyúlni, hogy most már pedig ezt így és az asztalra csapni, ez nem működik a mai világban, képviselő úr, ezt nem is lehet hinni, hogy működjön. De igen, hogy nem működne, Kálmán, ne haragudj, nem értek veled egyet, hiszen ezt már lassan kezdem megszokni, de ez nekem megtisztelő. Alapvetően mindig egyet értünk. Mert hát igen, 90%-ban, de marad ez a nyomvadék 10%-en, az egészet. Figyelj, mondok egy új nézőpontot ezzel kapcsolatban. Te az a baj, hogy az alapvetésed rossz.
az én megítélésem szerint. Ugyanis igen. Te csak a függőségben tudsz gondolkozni. Te abban igen. tudsz gondolkozni, hogy a magyar gazdaság csak a függésében képes valamire jutni. Tehát csak attól függ, hogy mondjuk szerinted a nyugat... Tamás, olyan hatalmas gazdaság vagyunk, amely függetleníteni tudná bármikor szó sincs is magát? Róla. Szó sincs róla. Egyébként elképzelhető, tehát semmi gond nincs valóban ezzel. Valóban csak... De várjál, tehát ugye azt mondjuk, hogy alapvetés a gazdasági függés. De hogyha mi gazdasági függést nem fogjuk felszámolni, Kálmán, akkor semmiféle függésünket nem fogjuk tudni felszámolni. Tehát akkor független államként nem fogunk tudni létezni, és nem is lesz Magyarországunk se majd egy jó darabig. Tehát amikor a Jobbik azt mondja, hogy EU ellenesség vagy EU szkepticizmus van a mi politikánkban, akkor nagyjából ezt tükrözi az, hogy nem szeretnénk egy Európai Egyesült Államoknak a részeként, sőt másodrendű, harmadrendű polgáraként az EU-nak létezni, hanem azt gondoljuk, hogy nekünk más irányokban kell nyitni. Ha elmegy innen 3-4 multi, lehet helyette más találni. Tehát ez irániakat? Figyelj, akár az irániakat is. Most mi a baj az irániakkal? Hát végül is az égvilágon semmi, csak én nem szeretném, hogyha itt most figyelj, a... Most figyelj, most... Kérlek, Tamás, mi ez a, milyen ítélkezés van náluk, ez a nem Jamahiria. Tehát az ott náluk ez van. Ez az ő dolguk, hát remélem, hogy ezt nem akarjátok velük együtt behozni. Tehát de most azt tudod bizonyan, nagyon jó, hogy itt az iráni nagykövet... Törés, ha jól tudom, akkor kövezéssel büntetik. Úgy, iráni nagykövet volt mezőtúron. Jó? Tudod nem nagyon akarom, jól. Nem akarom. Befektetőket szeretett volna hozni, de nem jöhet be az Európai Unióba az iráni tőkese. Nem akarom, ami szokásos tényleg jó minőségű és tartalmas beszélgetésünket elvinni. Az én hibámból természetesen. Igen, mert az Iránra tudod, mindig van egy kártya, olyan, az izraeli kártya, olyan, tehát azt is elővehetjük. Nem, ezt a gátot, ezt majd meg fogjuk beszélni egyébként, de majd egy másik ponttal, mert én készültem el természetesen a beszélgetésünkben, mint hogy valamennyi képviselőjelölttel való folytatott beszélgetés, meg régebbről is azt hiszem, hogy beszéltünk erről. Na ez az a pont, és így van képviselő, ebben nem értünk egyet. Sajnos én is sokkal jobban szeretném, hogyha magyar emberként olyan egyenzsérinccel állhatnék Európa előtt, bármelyik európai ország előtt, amelyben úgy érezhetném, hogy egyenrangú vagyok. Most is úgy érzem, mert bizonyos szempontból nekem Nyugat-Európa inkább előre köszönhetne. Hát, ezt a nekem természetesen, ezt nagyon jól tudom, hogy magyar ember. Ezzel szemben a tótok meg a rácok hogy viselkednek magyar emberként a mondom, magyar emberként mondanám ezt. Uh-huh. Én ezt nem szeretem ezt szintén, ezt a tótokat, meg a rácokat, meg a többieket. Mert, de igen, csak hogy azután, hogyha a tótok azt mondják, hogy a magyarokra, hogy nem magyarok, hanem más néven neveznek bennünket a rácok szintén. Sajnos meg nem tudom mondani neked. A románokat tudom, hogy úgy hívnak bennünket, a kinti magyarokat, hogy meg bozgoroknak, és ez meg még szemetebb. Tehát ebben menjünk, kérlek, nem menjünk. De ezek népnevek. Tehát rendben van, semmi gond. Ilyen népnéven nevezték még régen. Oláhoknak, rácoknak, tótoknak. Román szomszédainkat. Jó, de mondom, Tamás, ez az az irány, amit most engedd meg, kérlek, hogy most így függőbe tegyek, és akkor egyezzünk meg abban, hogy ebben a dologban egy picit másképpen gondoljuk. De minden esetre a munkahelyteremtés, mint olyan, ez ebben egyetértünk, hogy rendkívül fontos dolog, és összefügg egy másik dologgal, amely szintén számotokra nagyon fontos, és azt is tudom, hogy számodra, mint nagyon jó pedagógus számára is nagyon fontos, ugyanis neked valamit a középiskolás diákjaidnak mondani kell, mégpedig ez az elvándorlás, amely összefügg éppen ezzel a munkahelyteremtéssel, hiszen félmillió ember, akárhogy szépítjük a dolgot, határainkon kívül dolgozik. Mit kínáltok ezeknek a fiataloknak? Hogyan hívjuk őket vissza? Ez egy nagyon fontos kérdés. Ezért kérdeztem tőle. Nagyon fontos kérdés egyébként, mert én úgy szoktam ezt megfogalmazni, hogy gyakorlatilag már olyan lesz az egész, mint a világháború, hogy minden családban van egy érintett. Világháború kapcsán is, ugye ezt el lehet mondani. És jó hasonlat tetszik, nem hallottam még. Igen, mert most publikálom. Tehát. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy itt tehetem meg. Én megtiszteltem, érzem magam mindig. De tényleg ilyen, tehát ezen is nagyon sokat gondolkoztam, hiszen az én családomat is érinti. Én szerintem, akik itt vagyunk, mindenkiét érinti a külföldi munka. Valakink külföldön keresi a... De aki hallgat és néz bennünket, őket biztos is. Vagyok benne, hogy mindenkinek van a családjában és ismerettségében ilyen ember. Így van. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ez egy olyan társadalmi probléma, amelyet szerintem nem kezel megfelelőképpen a kormányzat. De már 12 éve, minimum 12 éve nem kezel megfelelőképpen. Ugye emlékszünk rá, hogy az Összödi Böszme elmondta, hogy
ha jól tudom, Gyurcsány Ferenc miniszterelnökről hát beszélsz. Igen. Hát csak a szakzsargon ugye így nevezi. Azt hiszem, azt mondja, hogy azt mondta, hogy el lehet menni. És vissza lehet jönni? Hát, és vissza lehet jönni. Igen, csak hogy van-e értelme visszajönni. Hát ez az a kérdés, ez amire az a kérdés. Azt hiszem választ nagyon, kell adni nagyon, a következő pár évben. Igen, nagyon jó éppen azért az aktualitás ennek a dolognak, hiszen Vona Gábor volt kint Londonban, és egy meghívásnak tette eleget. Egyébként Fehér Tamás mezőtúrról kivándorolt, de nem azt mondom, hogy kivándorolt, hanem azt mondom, hogy kint dolgozó fiatal barátunk szervezi kint, vagy szervezte kint a britanniai Jobbikot, és ők hívták meg Vona Gábort, hogy a kinti magyarságnak elmondja Londonban volt, hogy igen. Elmondja a véleményét, és hát óriási purparlé lett belőle, mert hát azért itt... Mi a csoda történt itt? Hogy lehet, hogy Angliában, bocsánat, Nagy-Britanniában a demokrácia bölcsőjében... Képviselő úr, mondom, a demokrácia bölcsőjében 1640 óta ezt próbálják meg. Jó. Jó, oké, vásároljál. Nagyon messzire fogunk megint elmenni, úgyhogy ezt most kérlek, fogadd el, hogy ezt az állításomat most komolyan mondtam. Csak próbálj úgy kérdezni, hogy nem állítasz benne olyat, amiben nem értünk egyet, és akkor egyet értek veled. Hát, hogyha én most nem állítom a saját, jó, akkor megpróbálok nem tudok semleges maradni. Angliában. Tehát Nagy-Britanniában a szabad szólás, szabadság. Jó. Hazájában, egyik hazájában, és a demokrácia bölcsőjében. Minden esetre Vona Gábor úr nem kapott lehetőséget, hogy szóljon. Hát akkor kérdésednek a tagadása, tehát... Nem, dehogyis, nem, hiszen Nagy-Britanniában... A szólásszabadság hazája, meg a demokrácia van, szabálya, akkor ilyen nem is fordulhat elő. Köszönöm. Van egy, nem, hát van a Sobuk speaker, ha jól tudom, ez a szappandoboz beszélő, ugye szó szerinti fordításban, aki a Hyde Parkban föláll egy szappandobozra, és ott... egy dolog kivételével bármit mondhat. De ez az egy dolog, ez lehet, hogy kettő, és ezért most elnézés, hogy műveletlenségemet itt fitoktatom. Az első, már bármit mondhatsz, de kettő dolgot nem, vagyis egyet biztos nem, a királyi családot nem sértegetheted, ez az egyik, így van. A másik pedig azt hiszem, hogy az Istent. Tehát ez valószínű, hogy relatív, mert hiszen az Isten az elég sok képében, különösen Londonban elég sok formájában jelenik meg, tehát ezt a második állítás mert ezt csak feltételezem, de az első a királyi család szentsége az természetesen ez biztos, és ha jól tudom, akkor Vona Gábor elnök úr itt tudott beszélni. Hát arról az összegyűltekhez. Így van, tehát arról volt szó, egyrészt egy teljesen mindenféle olyan allűrtől mentes dolgot szeretett volna megvalósítani, amit aztán később a média fejére olvasott. Tehát itt már volt arról, hogy az európai náci pártok találkozásáról, meg náci vezetőkről, meg fasiszta vezetők találkozásáról suttogtak, hogy ez nem is az lesz, aminek készül. Hát valójában... Micsoda náci pártok Így van, tehát titkos náci találkozót szerveznek Londonban. Őrület. Na most ezzel kapcsolatosan természetesen ilyen antifasiszta megmozdulás is tetten érhető volt a meghirdetett helyszínen, ahol, és én ne haragudjatok, de vérlázító eseményről tudok beszámolni, a Királyi Tévé, a X-edik hír talán a két jegesmedve meg egy pingvin között, vagy nem tudom hol betette ezt is azért, hogy azért ezt nem lehetett kikerülni ezt a dolgot, és elmondta, hogy mi történt. És képzeljétek el, hogy azért csak egy magyar pártnak, nem akár mekkora a pártnak, ez egy nagy párt a Jobbik, lássuk be, tehát ez nem egy kis pártról beszélünk. A miniszterelnök jelöltje, országgyűlési képviselője, a párt elnöke volt kint Londonban. Meghívásra ment ki. Tehát nem is turista úton tett hozzá. És elmondta, jó, viszonylagos korrektséggel elmondta a Királyi Tévé azt, hogy mi történt, és kérnék szépen mindenkit arra, hogy figyeljen, a végig a képi anyagban az antifasiszta tüntetőket mutatták. Végig. Értitek ezt? Tehát egyetlen egy kép Vona Gáborról, egyetlen egy kép az ott megjelent magyarokról. Végig azokat az antifasiszta tüntetőket, akiket valaki fölhetszelt, és azt se tudták, hogy ki, kicsoda, miért vannak ott semmit, csak kiabáltak olyan rigmusokat, amelyeket a szájukba adtak.
És ebből következett, hogy utána az ott összegyűlt magyarokat egyébként, akik kinn élnek Londonban, és kinn dolgoznak sajnos, oda kényszerültek, egy metroállomáson keresztül egy másik helyszínre vitték, ugye a Hyde Parkba, és így néhányan nem is tudtak eljutni, akik nem értesültek az új helyszínről, és Vona Gábor ott egy kicsit szemerkélő esőben tartotta meg a lakossági fórumot, Pörzsa Sándorral voltak jelen, néhány száz ember ott volt, meghallgatta, kérdéseket tettek föl, Vona Gábor elmondta számukra, hogy olyan lehetőséget szeretnének teremteni Magyarországon, vagy szeretnénk teremteni Magyarországon, amely arra adna lehetőséget, hogy ők hazajöhessenek. Mert ők számunkra fontosak. Tehát mi nem felejtettük el a határon túlélő és a külföldre kényszerülő magyar testvéreinket, hanem azt szeretnénk, hogy ők itthon dolgozzanak, mert a mi számunkra ők a rejtett erőforrások. Azok a fiatalok, akik dolgozni akarnak, csak Magyarországon erre nincsen lehetőség, vagy éppenséggel a munkabérek alacsony volt, amiatt mondjuk esetleg egy bezuhant hitelt kell valahogyan kitörleszteni, és ezért kénytelenek ezt a fajta megoldást választani. És utána himnusz éneklés volt, és mindenki ment szabadjára, amerre szeretett volna. Néhány fiatalt egyébként az antifasiszták jól meg is vertek, tehát erről képek vannak fönt az interneten, hogy jó néhányan összefogtak és őket elverték. Ez van. Ez a demokrácia bölcsője London, ahol ez előfordulhatott. Tehát, hogyha most én ezt mindig visszaszoktam vetíteni, most képzeld el egy másik államnak a hasonló, akár ne legyen az általam említett előbbi állam, de bármelyik nyugat-európai államnak az egyik jelentős politikusával, ha ez történne, akkor ez világszenzáció is lehetne, hogy ilyen dolgok megeshetnek ma Európai Unióban. Jó, képviselő úr, akkor nem akarom tovább kerülgetni a kását. Jó. Elég volt ezzel, olyan sokszor bennem volt már ez a kérdés, de te is nagyon jól tudod, hogy emögött az, hogy most antifasiszta szervezés, meg náci, mit mondtál, náci pártok találkozol, tehát ilyen veretes baromságokkal én nem vagyok hajlandó, mert egy szint alá nem megyek. De ezt elhangzott a londoni parlamentben, meg a londoni politikusok szájából. Mondom, az, hogy ott mit hangzott el, és mi hangzott el, és milyen politikusoknak a szájából, mondom, én, Herbály Kálmán, itt Mezőtúron, megtisztelve azáltal, hogy Csányi Tamás képviselő úrral beszélhetek, nem vagyok hajlandó egy szint alá menni, tehát ilyen baromságokkal azt hiszem, hogy nem szabad foglalkoznunk. Bármit is beszélnek kint, ott a demokrácia hazájában, és még véletlenül sem csapdába akartalak csalni ezzel, hogy ennyiszer hangsúlyoztam a demokrácia hazáját, és nem pejoratív értelemben használom ezt egyáltalán, hanem komolyan gondolom, mert hogyha nem gondolnám komolyan, kedves Tamás, akkor soha 25 évvel ezelőtt én nem tettem volna semmit, és még nagyon sokan nem tettünk volna semmit, és talán akkor máshogy alakult volna a világ. Nem állítom, hogy jobbá vagy rosszabbá tettük ezt, és különösen nem az én személyem tette ezt természetesen, hanem csak jelképesen próbáltam volna, és amit nem akarok tovább kerülgetni, tudod nagyon jól, hogy egyetlen egy baj van veletek, ami igazán nagy baj. Több is természetesen, de egyetlen egy, ami igazán nagy, jól indul, ami igazán nagy baj, az pedig ez a bizonyos rátok sütött, vagy kikényszerített, vagy ti általatok is akár büszkén vállalt antiszemitizmus. Nem hinném, hogy büszkén vállalt. Akkor nem vállalt, nem büszkén vállalt, de minden esetre vállalt antiszemitizmus, és amivel mi soha nem szoktunk egyet érteni, és tudod, hogy van egy bizonyos szint, egy európai viselkedési szint, amire azt mondják, hogy ott egy szalomban nem illik bizonyos dolgokat csinálni, például ez sem. Jó, hát nekem erről egészen más véleményem van. De hogyha ez most, képviselő úr, erről beszéljük erre. Azért, de hogyha nem akarsz, akkor természetesen tiszteletben akarom ezt tartani. Sőt, nagyon is szeretnék rá reagálni. Soha nem beszéltünk róla, Tamás, és mindig kerülgetjük. Én legalábbis, én kerülgettem, mert nem akartam ezt kimondani, de most valahogy ezzel a vonaféle viselkedéssel, ami igazán nem tetszett nekem. Jó, majd akkor... Nem tetszett nekem is ennek az okát, én ebben vélem sejteni. Na most melyik része nem tetszett? Mert most itt akkor ezt így nagyon földobod nekem a labdát. Az nem tetszett, ahogyan viselkedtek az elnökkel, az elnökötökkel. Ja, azt hittem, ez hogy a vonának tetszett. A viselkedését. De hogy is, nem. Tamás, te sok minden olyat feltételezel róla, nem, amiről szó nincs. Ebből a mondatodból úgy következett, hogy a vona viselkedésével. Én demokratának magam, értelek. És mint demokratának, értelek. Ezért nekem meg kell hallgatnom bárki másnak a véleményét. Nagyon jól tudod, hogy egy párszor amikor meghívtál, voltál szíves meghívni, igen. Elmentem a rendezvényeitekre is. Ez nem azt jelentett, hogy én azonosultam mindazokkal elmondottak 100%-ával, de kíváncsi voltam,
és ezt a nyitottságot, ezt a kíváncsiságot, erre vagyok egyszerűen, ezért vagyok fölháborodva, hogy nem mondhatja el, mert ha ti, és most nem véletlenül mutatom ezt, ha ti csináljátok ugyanezt, akkor egyből igazolva kiáltják mindazok, akik ezt most szemrehányóan teszik, hogy lám-lám, hát ezek megtiltják azt, hogy elmondják a véleményüket, és ugyanakkor pedig ti sem szólhattok. Tehát ezt az ellentmondást, ezt szeretném valamilyen módon feloldani. És nekem ezért volt ez. Igen, hogyha, de nem lehet ennyivel elintézni, képviselő úr. Nem lehet ennyivel elintézni, hát hogy kettős mérce, mert ez sokkal több annál. Most hagyjuk, hogy mekkora erős párt, vagy milyen, nem arról szól, hanem egy meghívott külhoni, ráadásul szövetséges ország politikusa, aki mindegy, hogy euroszkeptikus vagy nem szkeptikus, mindegy, hogy ilyen vagy olyan világnézetű, szeretné a nézeteit elmondani. És akkor egy demokráciában meg lehet azt engedni, hogy ne mondhassa el? Lehet olyan korlát? Vagy ez a korlát, ez most a jól neveltség korlátja, vagy valamiféle szociológiai korlát, vagy etnikai korlát, vagy utána már jönnek az összeesküvés elméletek, amiket viszont szívből utálok. Melyik az, ami nem engedte elmondani az elnök úr véleményét? Kezdjem onnan, amit mondtál az előbb, ami ugye a ránk sütött bélyeggel kapcsolatosan, az antiszemita bélyeggel kapcsolatosan. Ezzel kapcsolatban nagyon egyértelműen fogalmaz a Jobbik egyébként, csak nincsen rá fogadókészség. A Jobbik nem antiszemita, hanem anticionista. És ismerem a kettő között. A kettő között ég és föld különbség van. És hagyd mondjam el azt, amit aztán végképp semmilyen sajtóorgánum nem publikált, sőt, a BBC egy képpel megjelenítette, de elhazudta a képnek a lényegét. Kérlek szépen, Vona Gábor a rendezvény előtt 4 ortodox rabbival találkozott. Mert a 4 ortodox rabbi fölhívta őt, és kért tőle egy találkozót. Érted? Tehát 4 ortodox rabbi, akik azt mondták, hogy nagyon is nagyon jól tudják, hogy a Jobbiknak a politikája az mire utal, mire vonatkozik, és nagyon is tudják támogatni azt, hogy ezt a Jobbik folytassa tovább. És ez a 4 ortodox rabbi le is van fényképezve a BBC felvételén, meg lehet nézni ezt a felvételt, és van egy tábla a kezükben, amely egy anticionista tábla. Tehát ők a cionizmus ellen... Igen, ők is megvannak osztva ezzel. Izrael állam ellen voltak, de a... Na jó. Igen, tehát ők azt mondták, hogy ők imádkoznak Izrael állam fölbomlásáért. Ez tény, ez ott utolérhető. A lényeg, a BBC-ben azt lehetett látni, hogy tiltakoztak Vona Gábor ott léte ellen. Érted? Tehát azok a rabbik, akikkel ő az előbb, tehát az előtte lévő időszakban, néhány órával mondjuk, beszélgetett és leült velük és tárgyalt. Egy szállodának a hajában. Tamás, ez önmagában nem győzött meg, tehát manapság a hírgyártásnak ez az ilyetén módja. Ja, a BBC fél. Nem, mondom, az ilyetén módja már bevett gyakorlattá és szokássá vált. Különösen, hogy nem mondjam ezt, teljesen mindegy, ez most lehetne a Bajai videó, így lehetne a legutóbbi kötelet vagy börtönt, és a többi. Tehát nem, ezekkel nem tudnak engem meggyőzni. Sajnos, hogy ilyen időket élünk, hogy ilyen módszerekkel élnek. Nem, itt sokkal fontosabb dolgot mondtál te ki most, és én sajnálom, hogy ezt eddig nem beszéltük meg, mert lehet, hogy akár érdemes lett volna. Már, hogy miről nem, beszélni. Igen. Persze, hát mert értem, hogy ne érteném, Tamás, hiszen kevesen értik, és én azt hiszem, és az janítom, hogy a ti szavazótáboratokban, illetve a ti köreitekben is kevesen vannak, akik ezt a kettő között egyáltalán nem árnyalatni különbséget érzékelik. Tehát én szeretném, hogyha, vagy javaslom, bocsánat, nem szeretném, csak javaslom, hogy ezt tegyétek tisztába, mert ha ezt el tudjátok fogadtatni a közvéleménnyel, különösen a nemzetközi közvéleménnyel, akkor, ha finoman fogalmazok is, akkor mindenképpen szalonképesebbé váltok, és így az elnökötök, bízom abban, hogy bármelyik másik demokratikus országban ünnepelt és szeretve tisztelt vendég lesz. Hát nézd, nekünk ez nem célunk. Vagy már túlzottan elvetettem a súlyokat ezzel a szeretve tisztelt megvendéglet. Igen, igen, ez nem fog előfordulni. Tehát nincsen bennünk, tehát nincsen félreértés, ne essék. Magyarországon ott, szerintem... Ott Magyarországot képviseltem meg kicsit. Igen. Tudod, azt a pár százezer embert, aki rátok szavazott. Hát nem annyira pár, mert közel 1 millió. Akkor, bocsánat, tehát... akkor legyen 1 millió. Teljesen másodlagos. Ne vesszünk a számokon. Mindegy, nem matek. Tehát az a lényege, én úgy vélem, hogy
hogy nincs bennünk ugyanaz a megfelelési kényszer, amely állandóan motiválja a másik két pártot, a Fideszt és az MSZP-t. Tehát folyamatosan azt kukucskálják, azt nézik, azt várják, mikor, ki, mit mond, Tamás, hogy tudjunk megfelelni. Ezt mondtad te is, Kálmán, ne haragudj, amikor arra utaltál, hogy ha véletlenül olyat mer mondani a Nemzeti Bank elnöke, akkor rögtön minket lebüntetnek a forint árfolyammal. Igen, de ez közgazdaságilag mond baromságot, nem zsidózik, vagy nem másféle dolgokat csinál. De ez milyen egy rabszolgatartó függés ez? Nem, ezt így hívják, hogy kapitalizmus. Hát, ez figyelj, beszélhetjük ezt úgy most, is. Ezt most megint föl kell függesszük, Tomi, mert hidd el, hogy nem fog elvezetni sehová, és én ezt nagyon sajnálom. De sok helyre elvezetne egyébként, mert de nem akarok én se belemenni a kérdésbe. Összességében nekünk ezzel kapcsolatban más a véleményünk. Összességében más, de valahol talán alapjaiban nem érzel valami közös pontot? De van közös pont biztosan, tehát én nem vitatom, hogy nincsen, hiszen mondjuk például a munkahelyteremtés az egy közös nem. pontja. Én másról beszéltem, a demokrácia alapjáról. A demokrácia alapja, most olyan messzire tudunk elmenni, Kálmán, most tisztázzuk, mit nevezünk demokráciának. A demokrácia nem rabszolgatartó társadalomnak a berendezkedése, könyörgöm, akkor miről beszélünk? Tehát a demokrácia honnan származik, Kálmán? Az ókori Görögországból, ahol a rabszolgák dolgoztak. Ennyi. Ennyi. Ennél én egyszerűbben neked a demokráciának a visszáságait nem tudom megfogalmazni. Tehát ezért jó, mondom én azt... A helótákról beszélhetnénk, de most már tényleg nem menjünk ilyen visszaborzasztóan a történelemben, nem hiszem, hogy a modern... Maradjunk abban a modern kori demokráciákról, de hagyjuk ezt egyébként, és én tényleg nem akartam elbagatelizálni, hiszen éppen értetek akartam ezt a témát fölvetni, mert... Ha te egyszerűen csak kettős mércének fogtad föl ezt, akkor Tamás, én érzem súlyosabbnak ezt a dolgot, ami akkor ott történt. Ennyi. Figyelj, csak egy zárójelet még hagyd tegyek ide a végére. Azt azért tudni kell, hogy amikor kiderültek ezek a dolgok, hogy itt ez a brit képviselőit fűhöz, fához elment és mindenféle hajcihőt készített elő, akkor ugye Vona Gábor egyébként levelet írta a külügyminisztériumban, levelet írt a nagykövetségekre, mindenhova, hogy akkor mi lehet a teendő, mit kéne csinálni. El ne gondold azt, hogy bárkitől választ kapott erre. Tehát el ne gondold azt, hogy a magyar külképviselet foglalkozott egy magyar politikusnak a problémájával. Tehát azért ne haragudj, ez viszont meg már nem Anglia, hanem ez már Magyarország. Lépünk egy picivel tovább, lehet. Képviselő úr, szeretnélek megkérdezni arról, egy másik mondatot mondtál, amiben szintén majd fogunk itt egy kicsit beszélgetni. Remélem legalábbis, hogy megtisztelsz fel, hogy elmondod ez a véleményed. Ez a cigánybűnözés. Igen. Amely mindenki tudja, hogy van. Mindenki tudja, hogy itt van, hogy közöttünk van. Igen. És nem tudunk mit tenni már ellene. Ellen? Maga már a fogalmat sem ismerik el. Hát én amikor 20 éven keresztül képviselő voltam, már a kedves mindenkori kapitányok, rendőrkapitányok, már a beszámolóik a szinte azzal kérték, hogy értsen meg, hogy nem tudják ezt elmondani, mert ez már akkor is probléma volt, és már 21 néhány éve, sőt, akár visszább lehet menni talán még az időben, több-több éve is nem született rá megoldást. Megoldás. Ti milyen megoldást gondoltok és szeretnétek ezzel kapcsolatban, mert a mostani helyzet, és ezt meggondoltam minden szavamat, és megfontoltam, a mostani helyzet napról napra lesz tarthatatlanabb. Hát nekünk ezek... És ez nekem nagyon... Bocsánat, csak ez egy mondat volt, és hogy ezzel tudom, hogy nem vagyok egyedül, hogy ez mennyire fontos. És egyébként az újságotokban nem szeretnék neki közösebben nagy propagandát csinálni, de ha megengeded, nagyon szívesen idéznék belőle három mondatot, amely, de csak a válaszok után természetesen. Jó. Jó, úgyhogy én kíváncsian hallgatnálok először téged. Na most, tehát aki úgy véli, hogy mondjuk nincsen cigánybűnözés, ugye megengeded, Kálmán, hogy a fogalomnak a tisztázásával kezdjük, mert vagy ezen már régen túl vagyunk. Én túl vagyok már régen, mert én időközönként ide eljövök, elmagyarázom, hogy mit értünk cigánybűnözés alatt, aztán megint újra elmondhatom, de én ezt nagyon szívesen elmondom. Tehát ez egy olyan bűnügyi kriminológiai fogalom, amely azt jelenti, hogy vannak olyan bűnözési formák, amelyeknek jellemzően az elkövetői cigányok voltak régen, és a mai korban meg még inkább vannak ilyenek. Ilyenek például a csicskáztatás, az öregezés. Az öregezés, ne is mondtam más.
és a többi, a besúranó tolvajlás is lehetne sorolni. Aki nem hiszi azt el, hogy jellemzően a cigányok követik el a bűncselekmények döntő többségét, annak el tudom mondani azt, hogy most az én kampánystábomban dolgozik egy fiatal, hát dolgozik, segít, inkább így fogalmaznék, mert sokkal szebben hangzik, és tényleg így van, mert ugye a munkáért fizetünk a segítséget, meg elfogadjuk. És megköszönjük. Segít egy fiatalember nekem, és ő mondta, ő fegyőrként dolgozott elég sokáig. Ő neki konkrét tapasztalatai vannak a börtönök állapotáról ma Magyarországon, akár Szolnokról, vagy bármelyikről. És mondta, hogy ez nem kérdéses, tehát 90%-uk minimum cigány a börtönben. Akkor kik követik el a bűnöket, kik követik el a bűncselekményeket, tehát azok, akik kétkednek, menjenek el, a börtönöket meg kell nézni. És akárkivel, aki a börtönökben tapasztalt látogató volt már, mondjuk itt Apáti István a fórumán is elmondta, ő, mint jegyző, vitte el a cigány gyerekeket a börtönbe, és megmutatta nekik azt, hogy gyerekek, ez a célotok? Így szeretnétek? És voltak, akik megijedtek ettől. Aztán persze van, amelyik nem. Tehát itt sokszor elmondtuk már, a programunk nem változott azóta sem ezzel a bűnözési formával kapcsolatosan. Rendet kell teremteni. Elsősorban a meglévő törvénykezést kell betartatnia a bíróságoknak. Tehát mi azt gondoljuk, hogy nem egy ilyen felmentő jellegű ítéleteket kell hozni, hanem olyan a lehető legnagyobb mértékűeket kell mindig kiszabni, ami visszaesőkre meg pláne. Tehát ugye itt még mindig az van, hogy visszaesőket is elengednek az adott esetben, talán büntetlenül is, vagy nagyon minimális büntetéssel. Ez egy nagyon fontos. A meglévő törvények már most azért alakulnak. Ezt nem én mondom, ez például Apáti István hozzáértő jogi szakemberünk mondja. Tehát a törvények nem lennének már rosszak, ha a bíróságok ezeket a megfelelő módon használnák. Ez az egyik. Kettő, önfenntartó börtönrendszer. Tehát nehogy azon problémázzunk már, hogy a cigánybűnözőnek nem elég gyors az internete a cellába. Mert ez egy komoly probléma egyébként, tehát ezt azért csak megjegyezném neked. Igen. Tehát önfenntartó börtön, tehát aki megdolgozik a napi adagjáért, az eszik, aki nem dolgozik meg érte, az nem eszik, és ilyen egyszerű. Tehát a börtönöket átletne. Bérraptartás. Olyan államokra gondolunk, ahol sokkal rosszabbak a körülmények, mint Magyarországon. Tehát nem értem. Tehát, hogy nem Magyarországon. Hiába, nagyon sejtelmesen mosolyogtáltam, már sem tudom képzelni, hogy Bolíviába tudnánk importálni mondjuk a mi kedves elítéltjeinket. Hát mi hidegebbre gondolnánk egyébként, a Bolívia túl meleg környék. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos, elrettentő erejű intézkedések. Keleti nyitáspolitikájának része. Így van. Tehát elrettentő erejűek lehetnének. Ugyanis ma a börtönviszonyok nem rettentik el a bűnözőket. Tehát azt ugye tudjuk nagyon jól, hogy luxus börtönök vannak, ahol kipihenik a fáradalmakat a megfáradt kis tolvajok és bűnözők és adott esetben gyilkosok. És utána kicsit kiizmosodva, egy picikét a kurázsit megtanulva, és még... És te hozzá, Tamás, bocsáss meg, hogy szabadba vágok, és intellektuálisan is jobban felkészülve a következő bűncselekményre, hát, hiszen ott, arra, azon ott a, erre, igen, tehát erre, abban a erre sárban, rá, igen. rá tudnak készülni igen. jogilag is ezekre az eseményekre. Mindenre. Úgyhogy így jönnek ők ki, és ha újra bevágják őket a kóterba, akkor nincs különösebb probléma, mert tudjuk ezt nagyon jó, hogy leülik a WC-n, hogy klasszikust idézünk. Tehát ez így nem jó. Ezen változtatni kell, tehát a börtönviszonyokat mindenképpen szeretnénk változtatni. A törvénykezést, ha nem is szigorítani, bár lehetne, akkor viszont a törvénykezési módszert kell szigorítani, hogy a megfelelő büntetési tételeket kiszabják a bírák. Aztán természetesen mi úgy gondoljuk, hogy a csendőrség intézményében még hiszünk. Tehát mi nem használjuk ezt a csendőrséget nem a szó vészkorszakbeli értelmében szeretnénk föleleveníteni, mert tudjuk nagyon jó, hogy egyébként a csendőrséghez tapadt már egy ilyen pejoratív megközelítés a vészkorszakkal kapcsolatban. Ebben most nem menjünk bele, hogy igaz-e vagy nem igaz, vagy rásütött dolog, vagy nem rásütött dolog. Tiszteletben tartom. Azért mondom, hogy ezen sokáig tudnánk megint de félrevinni a dolgot. A csendőrséget mi azért szeretnénk, mert lenne egy olyan szerv, amely gyakorlatilag... Igen.
Gyakorlatilag ezt meg tudná oldani, ezt a közbiztonsági problémát, ugyanis azt vezetnénk be, ami egyébként működött is annak idején a csendőrség idejében, hogy laktanyákat hoznánk létre, csendőrlaktanyák lennének, és a csendőrök nem ott teljesítenének szolgálatot, ahol élnek. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis... Hogy még csak az ismerettségük még sem így van, tehát hogy még ne lehessen az se, hogy ő ismeri azt a helyét, vagy ismerik az ő családját, vagy bármi egyebet, és ezáltal ő fogható lehet, vagy ezáltal manipulálható lehet, és a többi, és a többi. Tehát ez egy olyan szempontja a csendőrségnek, amely miatt én azt hiszem, hogy bevezethetővé válhatna Magyarországon. És egyébként működik Európai Uniós államokban is csendőrség. Tehát ez egy létező dolog, tehát nem egy olyan, amit most itt ilyen, nem mindegy, hogy kik találnak ki. Nem, ezt ugye, én tudom, jó, persze, hiszen a csendőrség megbeszélt. A zsandárie Romániában, tudom, hogy van ilyen, Franciaországban szintén, de ne is soroljuk. Tehát többit. Azért mondom, hogy ez egy olyan dolog, amely bevett. Jól mondtad, hogy egy ilyen sajnos hozzá tapadt nálunk, egy ilyen vészkorszakbeli mellék íz, amely az embernek azért nem esik jól. Emiatt kerül a negatív fénybe. Képviselő úr, én azért, és nagyon szépen köszönöm, hogy szóba hoztad ezt a témát. Én azt szeretném megkérdezni csak ezzel kapcsolatban, nem gondoljátok azt, hogy ha a mai rendőrség, aki olyan, amilyen, de egyet higgyetek el nekem, hogy bele tudnak őrülni abban, hogy tudnál, ugye nekem van néhány rendőrismerősöm, hogy tudják, hogy ki követte el, tudják, hogy mikor követte el, tudják, hogy hogyan csinálta, és nem tudják bizonyítani, mert ha nem tudják bizonyítani, mert az már túl dörzsölt, hiszen kikupálódott azokban a börtönökben, ahol épp az előtte elmondtál, képviselő úr, és ezek az emberek, ha valamennyivel több hatalmat, lehetőséget, jogi támasztást, nem más, hogy pofonokat oszthassanak, mert az erről szó nincs, de más jogi megerősítést kapnának, fogakat kapna a rendőrség, talán, hogy mondjam ezt így, szabadon egy másik elődöntől, akkor ő is el tudna ezt végezni, független attól, hogy most másnak hívjuk. Hiszen itt nem csak a névről van szó, gondolom ebben egyetértünk. Igaz, képviselő? Természetesen, de a két szerv az azért egy egészen más. A csendőrségnek függetlenül csak a rend fenntartása. Más feladatokkal is. Más feladattal. Tehát csak a közvetlenül a közbiztonság és a rend fenntartása lenne az alapvető feladata. Tehát ő nem akarna nyomozni, és a többi. Tehát egy ilyen jelenléttel emlékezzünk vissza, hogy erről legendákat lehet hallani, a csendőr megjelenésével, a kakastollas süvegnek a megjelenésével, azért iszkoltak a betyárok, úgyhogy azért ennek volt egy státusz. Visszatérve a rendőrségre, egyértelmű az, amit mondasz, és mi is ezt állítjuk, hogy a rendőrség intézményét meg kell erősíteni. Abszolút meg kell erősíteni, és jogokat kell adni a kezükbe, lehetőségeket kell adni a kezükbe, hogy elvégezhessék azt a munkát, amire egyébként ők fölesküdtek. Ők nem arra esküdtek föl, hogy nap mint nap ülnek a gép előtt, és pötyögik a számítógépet, és gyártják a következő és következő és következő jelentést arról, hogy az előző jelentésben mit rontottak el. És egy ügynek, kérlek, tedd hozzá, van mondjuk 30 ezer oldal anyaga. Nincs az a bíró. Egyszerűen fizikailag, szellemileg lehetetlen, hogy azt egyszerűen végig tudja követni. Ezt nem lehet megcsinálni. Tehát manapság teljesen egyetértünk, képviselő, manapság ezt nem lehet így csinálni. És amíg bent ül ugye az irodában, addig nincsen kint az utcán. Akkor nincsen egy ilyen preventív jellege. Kérlek szépen, engedd meg, hogy én most idézem itt ezt a cigánybűnözést, hiszen nagyon sokan bélyeget. Így van. De inkább ezt valóban azt kell, hogy mondjam, hogy egy ilyen pejoratív előítéletet próbálnak meg rátok sütni. És várj egy pillanatra, meg kell néznem, hogy kitől van az idézet. Hát nem volt nehéz megtalálnom egyébként, mert Vona Gábor úrról szól ez az egy mondat. Ez a kérdés a következő. Kormányra kerülve milyen alapelv szerint rendeznék a cigány-magyar együttélést? Ez volt a kérdés. A tisztességes, becsületes, integrálódni akaró cigány embereknek jobb lesz, ha a Jobbik kerül hatalomra.
nem azért, mert cigány, hanem azért, mert tisztességes. Azt hiszem, hogy talán ebben a mondatban az hiszem, hogy benne van minden, úgyhogy engedd meg, hogy utána ezt a pár. De a másik része is izgalmas, hogy az, aki viszont akkor rendben rossz, van, akkor elolvasom ezt is. Lesz, de nem azért, cigány, hanem azért, mert tisztességes. Ugyanez fordítva is igaz. Azok, akik a törvénytelenséget elkövetik, a többségből próbálnak megélni, azoknak rosszabb lesz. Nem azért, mert cigányok, hanem azért, mert az az életforma, amit ők élnek, nem támogatható. De ez nem csak a cigányságra, hanem a magyarságra is igaz. Aki tisztességes, annak jobb élete lesz a Jobbik kormányzata alatt. Elnézést, nem volt szándékom, hogy megcsonkítsam ezt a hírt. Csak az idővel szerettem volna takarékoskodni, mert még nagyon-nagyon sok mindent szeretnék megbeszélni, mert most már nagyon sok mindent tisztázódik. Hagyj mondjak még ide egy mondatot, ami még szintén egyébként egy nagyon találó mondat, és szintén azt hiszem pontosan Vona Gábortól származik, hogy mi soha nem mondtuk, és nem is fogjuk azt mondani, hogy itt bárkinek valamiféle negatív megkülönböztetése lesz. Tehát soha nem tettünk le olyan törvényjavaslatot, semmilyen olyan utalást nem teszünk a parlamentben, amely azt sugallná, hogy itt bármelyik nemzetiségnek, vagy bármely kisebbségnek rosszabb lesz valami miatt, csak azért, mert kisebbség. Sőt, mi az ellentétét követeljük, azt, hogy mindenkinek egyforma és egyenlő jogai legyenek. Mert ez pontosan rávilágít arra a problémára, hogy a kisebbségnek ma már többletjogok dukálnak, csak mert kisebbség. Mi azt mondjuk, hogy nem. Tehát az egyenlőség mentén haladjunk. Igen, de van ez a bizonyos pozitív diszkrimináció, amelyet szintén alkalmazni illik, legalábbis kulturált körökben. De kulturált, ne arra úgy kell, milyen kultúra az, amely pozitív diszkriminációt ad a putriban, de Schneider Tamás szavait idézem, bocsáss meg. Igen. Tehát nem veszik el, voltak kint cigánytelepen. A kis gyerek, másfél éves kisgyerek kint az utcán, a földön, iszik a pocsolyából, kérlek szépen. Ott látták, ott a kis sertepertét, a gyerek lehajolt is, mint a kutya, ivott a pocsolyából, a sárból, és nem veszik el a gyereket tőle. Ne haragudj, ez milyen pozitív diszkriminációt igényel, Kálmán? Jó, ez egy sarkított példa. Én nem így értelmezem a pozitív diszkriminációt. Én semmilyen pozitív diszkriminációt nem értem. Akkor problémá van ezekkel a fogalmakkal, úgy látszik, mert az én számomra a pozitív diszkrimináció azt jelenti, hogy az ilyen embereknek valamiféle olyan plusz előnyt adok, amelyet másoknak nem. Nem lehet. Ez nem lehet. Tehát, valahogy ki kell vennem ebből a közegből, hiszen éppen te mondtad ezt a példát. De az nem lesz pozitív diszkrimináció. De hát én szerintem ez az. Ez ja, az. Akkor az én értelmezésem, a pozitív diszkrimináció ez az, mert másképpen nem lenne. Ha látjuk, hogy ez a család veszélyezteti azt a gyermeket, és ezt lehet látni, és a családsegítőkben tudják azt, hogy hol élnek veszélyeztetett gyermekek. Hozd Sziget Szent Miklósi példát. Melyiket? Jó, akkor nem. A Sziget Szent Miklóson, amikor a három kisgyereket a szülei zaklattak, és minden. Tehát ne is mondja egyébként, mert ilyen dolgokat nem is akarok különösen keresztény jelzületű ember előtt előhozni, mert borzalmas. Tehát egyszerűen borzalmas. De itt éppen az államhatalom csődjéről van szó, és az én értelmezésemben, de nem akarom ezt tovább folytatni, bocsáss meg, Tomi, tehát én azt hiszem, hogy egyformán gondoljuk. Tehát igen. Az én értelmezés, az én szándékaim szerint ezeket a gyerekeket, amiket te hoztál példának, ezeket ki kell emelni. Egyszerűen nincs más út. Így van, nincs tehát ezért van a bentlagásos iskola intézménye bevezetés alatt, tehát a mi gondolatainkban ezt már számtalanszor megbeszéltük. Tehát ez pontosan a nehéz, hátrányos helyzetben élő cigány gyerekekre lehetne kitalálni. Segíts kérlek, amit régen úgy hívtak, hogy milyen megkülönböztetés? Mindegy, tehát olyan valamiféle ilyen nagyon hátrányos megkülönböztetés már eleve elítélték, hogy ezt azért végzi, mert hogy nem erről szól a dolog, hiszen éppen ő érte. Ez a bizonyos értet haragszom, nem ellened című dolog, igen, ugye? Igen, igen. Tehát ilyen módon ezt el tudom fogadni valóban, hogyha ezt pozitív Tamás, diszkriminációnak tekintjük. Ezt azt hiszem, hogy jó megbeszéltük, de még egy mondatod maradt, amit látod, visszaszállt a fejedre, pedig erre nem készültem. Másik oldalon vannak a kérdéseim, azok majd ezután fognak sorra kerülni. Ma már nem. Dehogy is nem. Dehogy Frankit nézem, szerintem igen. Kérlek, a vidék magára hagyásra, Tamás, ami rendkívül fontos, hiszen Idestova 4 éve ott ülsz az önkormányzatban. Igen. Dehogy Idestova, bocsánat, még nincs 4 éve, de már 3 éván nem már igen. És érzed a saját bőrödön, amiben én bele tudtam őrülni. Igen. És ami végképp el lehet fáradni egyébként, nem tudom, hogy érzed-e már ezt, majd fogod, ha később is itt lesz. Ez a vidék magára hagyása,
Ezt hogyan értetted? Mert ez is egy nagyon igaz mondás. Eddig, amit elmondtál egyébként, mindezekből következik. Persze. Tehát ezek a dolgok, a munkanélküliség, a bűnözés, és most szándékosan hagytam lejelzőt, hiszen önmagában a bűnözés, és éppen a vidék tehetetlensége, mert hiszen forrás nélkül vagyunk, és ez az, ami lehetetlen, és itt van a gazdaság, hogy mennyire összefügg azzal, hogy itt legyen egy olyan gazdasági erő a vidék Magyarországán, amely mindezeket tudná biztosítani, és ne csak néhány kivételezett nagyvárosban, vagy közepes városban, vagy szerencsés helyen, ahol valaki született, ne adj Isten, vagy éppen most onnan miniszter, egy vagy kettő, igen, vagy fél, vagy mindegy, hanem mindenhol az országban. Igen. Elmondtad a válaszomat, Kálmán. Tudom. Tulajdonképpen. Nagyjából tudom. Tehát azért mondom, hogy aki ezzel foglalkozik, aki egy picikét is 24 éve ezzel nem tudtunk mit kezdeni. Jár a vidék magára hagyottság, egyértelmű tény. És hagyd mondjam el azt neked, és ez egy legfrissebb dolog, a vidék magára hagyottságával kapcsolatosan, hogy akár egy Szolnok mezőtúr összevetésben is már jelentkezik a hátrány. Tehát már jelentkezik a hátrány, mert most elkészült egy megyei stratégiai terv. Nem tudom, hogy erről ki mennyit hallott. Most a legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen beszéltünk róla, de csak úgy az egyebek között, mert igazából úgy készült ez a megyei stratégiai terv, hogy nekünk mondjuk képviselőknek a kezünk ügyébe ez nem került. Hogy lehetett? Hát úgy, hogy nem. Tehát a megye készítette el, valószínűleg ugye azt feltételezzük, a megyei közgyűlés bocsátotta ki most véleményezésre, meg ilyen úgymond társadalmi vitára. Csak azok a dolgok kerültek ki a kezünkből, amik számunkra eddig fontosak voltak. Tehát holtágak, horgászat, strandfürdők, fejlesztés. Tehát amire Európai Uniós pénzeket majd le kellene hívni. Tehát amit kitörési pontként gondolt mindegyik önkormányzat. Így van, tehát a mezőtúr csak ezeket bukta el. A főiskola... Ezt kérlek, én a polgármester úrral mindenféleképpen tisztáznom kell, mert ez egy olyan fontos mondat, amit te most mondtál. De és ezt még lehetne tovább ragozni, tehát mondjuk, hogy a felsőoktatási intézmény központja Karcag. Tehát mezőtúron nem akarnak felsőoktatási intézmény, stratégiailag nem gondolkodnak ilyenbe. Most olvasom a Mezőtúr és Vidéke című újságban, hogy előre haladott tárgyalások folynak a Gál Ferenc Főiskolának a bizonyos szintű alkalmazásával, és a tanüzem, és a tangazdaság, nem? Ez egy másik téma. Tehát ez, a kettő nem függ össze. Ez a megyei stratégiai program, ez ugye valószínűleg arról szól, hogy az új Európai Uniós cikluson belül mik lesznek azok a stratégiai programok és helyek, megjelölve a helyekkel, ahol ilyen jellegű beruházások, projektek meg fognak valósulni. Tehát mezőtúr mindenben elbukta ezt a kérdést. És minden átkerül, vagy... nem tudom én, Karcagra, vagy maradt Szolnokon. Úgyhogy tehát, hogy vidék magára hagyottság alatt, én ezt is értem, hogy már mondjuk egy megye székhely is sokkal inkább kiemelt szerepet játszik, mint adott esetben egy olyan nagyváros, mint mondjuk úgy idézőjelben nagyváros, mint a miénk. De a választókerületben a második legnagyobb városról beszélünk. Úgyhogy sajnos ilyen dolgokról tudok neked beszámolni ezzel kapcsolatosan. Érdemes utána nézni ennek a stratégiai programnak, ennek a fejlesztési tervnek, mert nagyon furcsa dolgok kerülnek benne elő. Még gondolom, hogy nincsen rajta ámen, tehát szerintem ez még változtatható. Én úgy éreztem egyébként, hogy amikor ez fölmerült problémaként most az önkormányzati bizottsági ülésen, akkor reméljük azt, hogy a megfelelő emberek tudnak lépni az ügyben, és beindítják a lobby tevékenységet, vagy nem tudom, mi kell hozzá, hogy ezek változzanak. Nem szeretnék kommentát fűzni az elhangzottakhoz, Tamás. Én csak az jutott eszembe, és talán Franki, aki mindent tud egyébként, mert az információk nagyon birtokon belül vannak. Műsorvezető társam, emlékszel arra, amikor az Európai Uniós pénzeknek a felhasználásáról volt egy koncepciós terv mezőtúr vonatkozásában 2006 és 2013 között, amelynek csak egyetlen egy pontját, hogy idézem neked, képviselő úr, az az északi elkerülő út a hozzátartozó és megépítésre kerülő híddal
ez az északi elkerülő útnak a folytatása, és aztán egy híddal a megépítésével, és ennek az ár, ugyanis én mindig pénzt kerestem, tehát hogy mennyibe kerül meg, hogy honnan lehet előteremteni, és akkor egy N-I betű, tehát Nándor és Irona betű volt odaírva, és én esküszöm nem tudtam, mi a csoda lehet ez, tehát ilyen nincs, tehát nem tudtam, tehát nem volt a fantáziám oly mértékben, hogy ezt tudjam, és akkor megkérdeztem a pénzügyi osztályvezetőt, és erre azt mondta az akkori osztályvezető, most irodavezető úr, hogy nem ismert ez az a rövidítés. Nos, remélem, hogy ez a terv, amelyet voltál szíves itt egy pár mondatban felelevíteni, hasonló sorsra fog jutni, mint az akkori. Ne legyél pessimista, ha pessimista leszel, akkor az nem lesz jó. Nem a pessimizmuson múlik, tehát én azt látom, hogy mezőtúra súlyát sajnos egyre inkább veszti. De te hogy ne csodálnád, te Tamás, könyörgöm, gondolj vele, mi mindent vesztett ez a város. Hát erről beszélek. Mi mindent vesztett, és csak a fiatalságát vesztette el, csak a szakembergárdáját vesztette el, csak a magas felsőiskoláját és képzettségét vesztette el, inkább talán más kellene megkérdezni, hogy mit nyertünk. Mert nyertünk is egy pár dolgot, biztos vagyok benne, de ezek olyan vérveszteségek, amit rendkívül nehéz lesz helyrehozni. Akárki is legyen kormányon, ezt most tegyük el. Ez most nem azon múlik. Ez nem. Képviselő úr és képviselőjelölt úr, kezeledünk itt, ahogy Franki barátom tekintetét és a tiédet is elnézem beszélgetésünk vége felé. Így van? Igen. De ezt az egy-két kérdést még szeretném, hogyha megbeszélnénk. Tamás, közügyben kutatás. Rendre a Jobbikot ilyen 8 és bocsánat, a rossz számokat mondok, tényleg nem szándékos. 8 és 10, 10 maximum 12%-os pártként méri. Ti ezt említetted volt beszélgetésünk legelején, igen, hogy találkoztok az emberekkel, igen, úgy te is saját személyedben, mint akár igen, a stábornak a tagjai. Ti ezt hogyan érzitek? Ezt a 8-12%-ot? Hát ebből nagyon nehéz megítélni, tehát ezekből a személyes találkozókból, ugyanis nyilván a mi standunkhoz azok fognak odajönni, akik velünk alapvetően szimpatizálnak. Nagyon kevés olyan jön oda, aki most akar először megismerkedni mondjuk a Jobbikkal. Tehát ez biztos. Azokat, akik viszont mondjuk ingadozók, azokat ha odajönnek, akkor bizony megállunk beszélgetni velük, és adott esetben meg tudjuk őket győzni, vagy pedig el tudjuk mondani, hogy ezt, amit gondolt felőlünk, azt miért gondolta esetlegesen rosszul. Az, hogy a közvéleménykutatások mennyire és hogyan mérnek bennünket, ez egy attól függ, hogy mely közvéleménykutató cég végzi el. Az iránytű intézetet tudom mondani, amely iránytű intézet egyébként a Jobbikhoz közel álló felméréssel foglalkozó cég. Van ilyen? Nem azért, hogy van ilyen, hanem már nem lehet objektív. Na igen, tehát most a kérdés az, hogy mi a dolognak a lényege. Tehát az, hogy olyan felmérést szeretnék készíteni, amely az én számíze szerint készül, vagy olyan felmérést szeretnék készíteni, amely a valóságot tükrözi. Mert csak az igazat természetesen. Na, igen. Szerinted hogyan készülnek a felmérések? Tehát, hogyha a pártokhoz közel álló cégek végzik. Meg, kivételesen mondjuk ezt tanultam, tehát ezt most éppen tudnom illene, úgyhogy ezt most ez a véletlenszerű kiválasztás módszerével készül, attól függ, hogy mekkora mintát veszel, alapul természetesen annál többe kerül természetesen, és mindenképpen egy reprezentatív, úgynevezett reprezentatív mintát kell összeállítani, amely nemileg, fajilag, életkorban, képzettségben, lakáskörülményekben, tehát megadja azt a reprezentáns mintát, amire én kíváncsi vagyok. Magyarországot egy kicsit megpróbálják őt lemodelezni. Jó. De ezt lehetetlen egy ezres mintával egyébként. Azt akarom kérdezni, hogy minimum hány fős? Tízezres mintát kell megcsinálni. Hány tehát fős minta? Tízezres mintát. Egy telefonos megkérdezésnél legalább tízezres mintára van szükség. Oké. Okay. Ezek a közvéleménykutató cégek hány fős mintára? Halvány fogalmam nincs, de nem ez a lényeg. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, nem tudom, az a lényeg, hogy a többi szám is ott van. Tehát én most nem a pontosságra vagyok kíváncsi. Ez legyen. Ez tudod, hogy a pontos számot tudod, mikor fogjuk megtudni? Április 7-én reggel. Akkor meg fogjuk tudni, hiszen tudjuk, egyfordulós választás lesz, tehát sok minden változik. Igen. Majd nem 200 fős parlament, tehát sok minden változik. Amiért kérdeztem ezt egyáltalán, Tamás, a látenciátokra. Igen. Tehát te nem érzed úgy, hogy nagyon sokan. Talán az
talán azok között, a dolgok között, amikről eddig is beszéltünk, mi ketten most, igen, mai nap, vagy mi hárman, bocsánat, Frenkit el ne felejtsem, ma hárman, talán éppen ezek miatt is nagyon sokan nem vállalnak be benneteket, holott elképzelhető, hogy amikor a szavazófülke magányában lesznek a szavazólappal és a tollal a kezükben, akkor mégiscsak benneteket fognak támogatni, éppen talán a ma elmondottakra alapozva. Hát ebben bizakodunk minden esetre, hogy ez így lesz. Többiek is ebben bizakodnak. Persze. Egy részük legalább. Hát azt tudni kell, hogy minimum 1 millió ember van ma Magyarországon, aki el fog menni választóból. Aki el fog menni szavazni, de még nem tudja, hogy hova fog x-en. Ja, bocsáss meg, de a bizonytalanokra. Tehát én a bizonytalanokra. Ez egy durva 1 millió. Mi, 1 millió és egy kicsivel a fölött. Van, akik még nem eldöntött része, hogy hova fognak x-en. És van, akik még 6 körrel sem lehet elhúzni. Olyan is lesz, természetesen nem is kevés. Én azt gondolom, hogy van a látenciában, ebben a bizonytalan szavazóbázisban nekünk még nem kevés lehetőségünk. Viszont hagyj mondjam azt el, hogy üdítő kivétel mindig ugye a Pont Rádió és a Pont TV, de összességében az országos médiumok nem éppen korrekt módon viselkednek, én ezt hagyj mondjam. Itt már a Királyi TV-vel kapcsolatban említettem egy számomra vérlázító beszámolót a Vona Gábor esetében, mert igen, ez az antifasiszta belvágás, tüntetőknek igen. A mutogatása, kit érdekelnek, ne haragudj. Nézd, nagyon-nagyon sok panasz van egyébként erre a médiáról. Nyugodtan mehetnek is. De ne haragudj, a Hír TV népe, ő se ismeri a Jobbikot. Tehát ők se tudják azt, hogy mi mit csinálunk, ugyanis mondjuk például a Hír TV-t, hogyha most esetleg, ne adj úristen, gondolom neked, nem az egyesen van beprogramozva a Hír TV. Nem, de a 2-es, 3-ason igen. Jó, tehát lehet, hogy belepillant. Tamás, ha nem ismerem a másik véleményét, akkor mire alapozom az én véleményem kialakítását? Akkor hát, a te véleményed ne a másikétól függjön, hanem a belülről kell, hogy fakadjon. De meg kell hallgatnom, mert ha nem hallgatom, meg, akkor én egy ökör vagyok, és akkor azt mondom, és saját fejem után megyek, és akkor azt látom, ami nincs is. Hát igen, elképzelhető. Bocsánat, elragadtattam magam, elnézést. Lehet, tehát ott van a Hír TV egyébként a nézett műsoraim között is. Jó, az Echo annyira nincs ott. Oda csak oda tévedek. Jó. Bocsánat. Na, tehát most ezt akartam, nem akarok nekik reklámot csinálni, mert távol álljon tőlem. Messze vagyok tőlem. De két dologról van szó. Vagy a kormányról van szó pozitív értelemben, vagy Gyurcsány Ferencről negatív értelemben, vagy Mesterházról. Tehát olyan szinten... De annyira unalmas már. De nekem mondod? Tehát olyan szinten egymásnak a fölépítésén fáradoznak, hogy tehát én azt mondom, hogy ez a szavazás, ez a két... párt, a Fidesz és az MSZP részéről a rettegtetés szavazása lesz. Tehát a rettegtetjük a másikat, vagy a sajátjainkat a másiktól. Értelek. Tehát nézd meg az óriás plakátkampányokat, erről nem beszéltünk, bár megérne egy misét. Nem merik saját magukat föltenni a plakátra, ne haragudj meg, Kálmán, milyen dolog az, hogy az MSZP fideszes frontembereket tesz föl a plakátjára. A Fidesz MSZP-s frontembereket tesz föl a ez plakátjára. Ez a bóhócos plakát. Hány inger, ne haragudj, bocsánatot kérek, érte, de nem, hát erről beszéltem neked, amikor... Nincs jobb kifejezés, akkor sajnos elő kell venni. Erről beszéltem neked, Kálmán, amikor azt mondtam, hogy a választásban ma már nem érdekli a pártokat az, a Jobbik kivételével, hogy az emberek mit gondolnak. Emocionális választás van, rettegtetni kell őket. Nehogy visszajöjjön, hát csak oda szabad az X-et beverni. Bocsánat a kifejezésért. De, Tudod, mit írtam ide föl, Tamás? Igen. Az ismeretlentől félnek. De itt van. Az ismeretlentől félnek attól, hogy mi lesz, nem azért, de azt meg ezért, ismerik. De ezért nem, igen, de ezért kell a másikkal ijeszgetni. Ja, hát, de tehát azt ismerik, tehát ők attól félnek, hogy akit már egyszer ismertek. Gondolják, hogy ismerik. Hát persze. Látod, gondolják, hogy ismerik. De gondolják azt is, hogy minket is ismernek. Jó, erről van szó, ezért írtam föl. Igen. Ezért írtam föl. Csak ezt. Egy mondatot még hagyd tegyek itt, mert ha már az iránytűt előhoztam, nem véletlenül tettem. Igen. Készített egy felmérést az Iránytű Intézet tavaly májusban, és kérlek szépen minden választókerületre lebontva 300 fős reprezentatív mintavételezés volt. Na most képzeld el ezt országos szinten, 106 választókerület, 106x300. Ekkora közvéleménykutatás van a mi kezünkben most. Tehát mindegyik választókörzetben alakítottak ki egy reprezentáns mintát? Így van.
És ennek az eredményéből árulsz el valamit? Képviselő úr, hát ez borzalmas. Belső használata, csak azért műsort, mondom. Így egy műsort befejezni. Csak azért mondom, hogy vannak olyan intézetek, és van olyan közvéleménykutatás, ami nem ilyen százalékos. Rendben van, csak egyet ígérj meg nekem, kérlek, igen. És a kedves nézőknek és a rádió hallgatóknak is. Április 7-én majd elfogod, vagy utána a következő műsorban elfogod mondani majd ennek az eredményét, mert én nagyon kíváncsi vagyok. Bármikor. Tényleg igaz, hogy 25 éve és egy percet nem dolgoztam ebben a szakmában, de a reklám és a marketing világéletemben érdekelt. Képviselőjelölt úr, képviselő úr, kedves Tamás, én azt hiszem, hogy Franki barátomra nézek, de azt hiszem, hogy a műsorban... Nekem lesz majd még egy kérdésem, hogy stílszerűen zárjuk majd. Be, ezt a történetet nem kell rosszra gondolni, egyébként én ránéztem erre az iránytű intézetre, ott 20%-on áll jelenleg a Jobbik, és hát 50%-on mondtam, a Fidesz. Hogy mindent tud? Csak ránéztem. Ennyi. Ez egy decemberi közvéleménykutatás, de nem ez a lényeg, hanem néhány gondolatban azért kanyarodjunk vissza az első témakörünkhöz, mégpedig a fórumok világához. Ejtsünk néhány szót erről. Kik várhatóak ebbe a választókerületbe? Mikor, hol találkozhatunk veled, illetve vendégeiddel? Jó, hát most nem szeretnék előre menni, itt elég sok fórum lesz majd az elkövetkezendő időszakban. Én igyekszem mindenhova, minden településre eljutni legalább egy fórumozás erejéig, én nem tartok attól, hogy ki kell állni az emberek elé, és sőt kérdések keresztüzébe kerüljön a jelölt, hiszen nyilván ez egy nagyon fontos része a találkozásnak az emberekkel, már azt is tudjuk egyébként, hogy a fórum, mint műfaj, ma már nem ugyanazt jelenti, mint 2010-ben. Tehát 2010-ben zsúfolásig telt házak voltak egy-egy lakossági fórumon, most azt veszük észre, hogy azért apadnak a létszámok. Hát mi elmegyünk ennek ellenére természetesen. Kiket várhatunk? Mezőtúra, 2 fórumot terveztünk ebben a igen intenzív választási kampányban, ugyanis hát tudjuk azt, hogy 50 nap áll rendelkezésre, és 23 települést hát ki kell szorozni, hogy akkor mennyi az annyi. Schneider Tamással fogunk találkozni majd március 2-án mezőtúron, 4 órától, illetve március 28-án 19:30-tól Vona Gáborral. Tehát 2 elnökségi tagja az országos elnökségnek fog érkezni mezőtúra. Ezen túlmenően Schneider Tamással még Martfűn és Törökszent Miklóson is tudunk együtt fórumozni. Volner Jánossal, szintén alelnökünk, találkozhatunk Kunszentmártonban, illetve Törökszent Miklóson. Itt időpontokat nem mondok, úgyis közkincsé fogjuk ezeket tenni. A mezőtúriak számunkra most azt gondolom a lényeges időpontok. Hegedűsné, Kovács Enikő majd jön Tiszaföldvárra, illetve Zé Kárpát Dániel, aki ugye a deviza hitelesek ügyét a leginkább képviseli ma, azt gondolom a Jobbikon belül is, meg úgy országos szinten is. A Völner úr is elég évesületesen Volner is teszi a dolgát ebben a kérdésben. Nem tudom, dr. Gyüle Csaba jön Cibakházára, és azt hiszem nagyjából ezek azok. Tehát azt veszük észre, hogyha ezeket a neveket meghallgattuk. Ja, bocsánat, Dúró Dórát nem felejtjük ki. Dúró Dóra oktatáspolitikusunk fog érkezni Csépára, hiszen neki csépai kötődése van, úgyhogy a választókerületből elszármazott fiatalasszonyról beszélünk. Úgyhogy ezek lesznek nagyjából azok a dolgok. Azt veszük észre, hogy elnökségi tagok látogatnak ebbe a választókerületbe, jelezvén azt, hogy ez a választókerület egyébként a Jobbiknak is egy erős választókerülete volt is 2010-ben, egyesével is, tehát még a külön esetekben is. Most viszont abban bízunk, hogy még jobb szereplés reményében érkeznek ide az illusztris vendégeink, és a kedves rádióhallgatók, tévénézők a mezőtúri fórumokon, vagy a közeli fórumokon bátran eljöve kérdéseket föltehetnek, meghallgathatják a vendégeket, és hát természetesen engem is, mint a jelöltet. Tehát akkor a Jobbik prominens vezetői érkeznek ebbe a térségbe. Jelölt úr, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, és beszélhettünk néhány gondolatban politikáról. Én szeretném ezt külön megköszönni egyébként, és látod, hogy amikor beszélünk és rászállunk másfélre, akkor igen, mennyi minden sikerült tisztázni. Egy végszót, Kálmán. Ez csak is sem. Február 25-én 18 órakor az Ávósok című film vetítése lesz, köszönöm, majd a művelődési házban. Meg fogjuk hírelni, szívesen látunk, mert mindig ilyenkor én élő
élő szóban is megszoktalak téged hívni a kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából. Ha úgy gondolod, hogy eljössz közénk, akkor szívesen látunk. Megtisztelve érzem. És természetesen a többi. És ott leszek, Tamás, megígérem. Köszönöm szépen, ha más nem, az édesapám miatt mindenképpen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. És én azt szeretném kívánni, Franky, ezt most találtam ki, nagyon szellemes lesz, mert most nem mondhatom azt, hogy győzön a jobb, ugye, mert nem mondhatom. Győzön a meggyőző. Hát mondhatod csak. Győzön a választók akarata. Így győzön, jó, Tamás. Úgy lesz. Így azt hiszem. Nem a logisztika fog győzni. Ne a logisztika győzön, mert akkor minden összeborul ebben az országban. Úgy lesz pedig. Úgy legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál közöttünk, még én is. Én köszönöm a lehetőséget, jó beszélgetést kívánok mindenkinek. A kedves rádió hallgatóknak és a televízió nézőknek is köszönjük a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük a figyelmet. Jó, hát elbúcsúzhatsz a gondolatban. Akkor én elmondom az elérhetőségeinket, hogy a végére 33-24-24 radiokukacmezőtúr.com, ptvkukacmezőtúr.com. Facebookon is ott vagyunk, illetve lehet a YouTube-on is visszanézni régebbi interjúinkat, beszélgetéseinket, tegyék ezt meg, viszontlátásra, viszonthallásra. Kedves csokoládé. Viszontlátásra.